Köszöntöm a Gyógyír nézőit, egészségügyi magazinunkban ma a nyári gyermekbetegségekről szólunk, majd Viskre látogatunk el, ahol a Katolikus Karitász a közelmúltban nagyértékű gyógyászati eszközöket adott át. Adásuk végén pedig gyógykalauzzal jelentkezünk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Végre itt a nyár, a napfény, a vidámság évszaka, de ne feledjük, hogy az örömök mellett tele van rengeteg veszéllyel. Egyes betegségeknek a kánikula a főszezonja. Ilyen a napszúrás, a nyári ételmérgezések, a csípések, és akár még a meghűlések is. Ezek többsége gyors és enyhe lefolyású, de nem árt az óvatosság. Főleg a gyerekekre kell ilyenkor nagyon vigyázni. De lássuk, mit mond erről a gyermekorvos. Köszöntöm a nézőket! Itt a nyár, a kikapcsolódás, a szabadságolás ideje. Az egészségügyben azonban ilyenkor sincs uborka szezon, hiszen a nyár elég sok veszélyforrást rejteget, főleg a gyerekek számára. Most megtudhatjuk azt, hogy melyek ezek. Kosszei Gabriella gyermekorvossal beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Melyek azok a gyermekbetegségek, amelyek nyáron nagyon jellemzőek, hiszen ugye egyebet nem hallunk egész tavasszal, csak azt, hogy vigyük napra a gyermeket, hogy D-vitaminhoz jusson. Amint elérkezik a nyár, egyből azt mondják az orvosok, hogy vigyázzunk a napfürdőzéssel, hiszen ebből problémánk lehet. Igen, ez így van. A napsugárzás számos jótékony hatása ellenére sajnos komoly bajok forrása is lehet. A gyermekek fokozottan érzékenyek a nap káros sugaraira, ugyanis bőrük kevesebb melanin tartalmaz. Ezért feltétlenül oda kell figyelnünk arra, hogy délelőtt 10 óra és délután 3 óra között semmiképpen ne vigyük napra őket. Magas fényvédő faktorszámú, külön gyermekeknek kifejlesztett napvédőszereket használjunk. A gyermek sajnos nem csak vízparton, nyaralás közben éghet le, hanem a játszótéren, séta közben is, ezért érdemes őket naponta többször is bekenni. Milyen krémeket ajánl esetleg, tud-e mondjuk hányas faktor, mert ugye azt mondják, hogy lassan már a százas faktor is kevés bizonyos esetekben, hiszen különösen nyár közepén már nagyon erős a napsugárzása. A faktorszám választása a bőrtípustól függ. Hogyha a gyermek szőke, kékszemű, fehérbőrű, akkor érdemes 50-es faktorszámú fényvédőkrémmel kezdeni. Ez nem annyira a védőhatását mutatja a krémnek, mint azt az időt, amit a gyerek eltölthet a napon. Ha 50-es a faktorszám, akkor 50-szer több időt tölthetne leégés nélkül, mint krém nélkül. Igen, és azt is mondják, hogy gyakran kell használni gyakran a krémet, tehát nem úgy van, hogy egyszer bekentük, igen, a gyereket, és akkor ott hagytuk. Főleg, ha vízparton vagyunk, amint kijött a gyermek, megtöröltük, érdemes újra bekenni. Ne feledkezzünk meg a kalap használatáról sem, semmiképpen ne szaladgáljon a gyerek fedetlen fővel, a napszemüvegről. Jó minőségű gyermekeknek ajánlott napszemüveget érdemes használni. Ne vásároljunk olcsó napszemüveget piacon, utcán, mert ez sajnos többet árthat, mint használ. Milyen szimptomái lehetnek például mondjuk egy napszúrásnak, vagy egy leégésnek, vagy mit tegyünk akkor, hogyha leégett a gyerek, illetve valamilyen rosszul létet tapasztalunk nála? Hát a napszúrás általában akkor alakul ki, mikor a gyermeket több fizikai faktor, a napsugárzás és a magas hőmérséklet éri. Hogyha a gyermek gyengeségről, hányingerről panaszkodik, ha esetleg hányást is tapasztalunk nála, akkor feltétlenül gondoljunk napszúrásra, esetleg orvost is keressünk fel, de mielőtt orvos látná a gyereket, vigyük hűvös, sötét helyre, a homlokát borogathatjuk hideg vizeskendővel, és ennyi, mielőtt orvos látná, talán elég is, és itassuk még, ne feledkezzünk meg a folyadék és elektrolit pótlásról. Mennyi folyadékot kell innia mondjuk egy gyereknek? Mert azt tudom, hogy egy felnőttnek 2-3 litert is mondjuk nyári szezonban. A gyereket mivel tudjuk rávenni, hogy például vizet igyon, ha nem szomjas? Erre pontos választ nem adhatok, mert a folyadék igény az a testsúlytól is, életkortól is függ. Amikor a gyerek napon tartózkodik, akkor 10-20%-kal többet kell a napi normálnál adni neki. Hogyan vegyük rá, hogy igyon? Hát ezt nem nyáron kell elkezdeni. Jó, ha a gyerek megszokja, hogy szénsavmentes ásványvizet iszik, nem édes üdítőket, nem gázos kólákat,
esetleg szénsavas üdítőitalokat. Hát az a jó, hogyha mindig iszik egy-egy kortyot, hogyha a szülő odafigyel arra, hogy magához hívja, 10-15 percenként megkínálja. Esetleg valamilyen csípés vagy fertőzés érte a gyereket, akkor mi a teendő, vagy milyenek lehetnek ezek például? Hát ha a csípésekről beszélünk, leggyakoribb a szúnyogcsípés, amit mondhatunk a többihez képest viszonylag ártalmatlannak, és védekezhetünk szúnyogriasztó sprékkel. Agresszívabb szúnyogok vannak-e például folyópartokon, mint szobában, lakásban? Nagyobb számban találhatók folyópartokon. Úgyhogy mielőtt kimegyünk a szabadba, a gyereket kenjük be, vagy fújjuk be ezekkel a sprékkel, sok nem kell belőlük, a hajlatokba, könyör tért hajlatokba, a nyakra. Hogyha megtörtént a baj, és mégis megcsípte a gyermeket a szúnyog, akkor antihisztamin tartalmú krémek segítenek a legjobban. Ilyenkor ajánlatos-e orvoshoz fordulni, hiszen van úgy, hogy valamelyik gyereken csak a kiütések láthatók, de nincs különösebben semmi baja, de van olyan, aki esetleg allergiát kap, tehát valamilyen allergikus tünetek is jelentkezhetnek nála? Allergiára hajlamos gyerekeknél tényleg történhet baj. A legveszélyesebb ez az anafilaxiás sok. Hogyha a szülő azt észleli, hogy esetleg megpuffadt a gyermek arca, nehéz légzése van, akkor rögtön mentőt kell hívni és orvoshoz fordulni. A fertőzések számára, a baktériumok, bacillusok, gombák számára a nyár az azt gondolom, hogy egy ideális időszak az évnek. Ilyenkor mire kell figyelnünk? Tehát mi az, amit ilyenkor mondjuk az ember jobban kell, hogy óvatosabban bánjon, főleg a gyerek szempontjából, hiszen ugye gyerekekről beszélünk, a felnőtteknek azért már ezeket a dolgokat eleve tudniuk kellene. Ez így van. A gyerekekkel kapcsolatban a gombás vírusos fertőzésekre, bakteriális fertőzésekre kell vigyázni, különösen zárt medencékben, strandokon. Azután, ahogy a gyerek kijön a vízből, érdemes rögtön levenni róla a nedves ruhát, szárazba öltöztetni, megtörölni, esetleg hintőporral bekenni a hajlatokat, érintett területeket. Ugye említettem azt is az elején, hogy nincs uborka szezon az egészségügyben ilyenkor nyáron. Mennyire intenzív ilyenkor az, hogy jönnek a szülők, és azt mondják, hogy van egy ilyen probléma, nem tudom, mit kezdjek ezzel, megcsipte valami a gyereket, belázasodott, és a többi. Tehát mennyire kell ilyenkor felkészültnek lenni, illetve mennyire kell az orvosoknak szezonálisan is képben lenniük? Hát nyáron kevesebbet jönnek csípésekkel, inkább otthon látják el a kisebb problémákat. Gyakoribbak a lázas panaszok, gyomorbántalmak, nem ritka a mandulagyulladás ilyenkor nyáron, fülgyulladások. Ezekkel szoktak fordulni. Hogyan kell óvakodni? Tehát ugye egy fülgyulladást is csak úgy nem kap el az ember. Tehát itt ezt akár egy vizes medencében is befertőzheti a fülét, illetve húzatos helyen is gondolom. Mi az, amitől óvakodjunk? Mire vigyázzunk? Hát a téli fülgyulladásoknak a fő kórokozója vírusok, esetleg baktériumok, amik a köznyelvben a nátha néven ismertek. A gyerekek azért veszélyeztetettek télen is, meg nyáron is, mert az orgaratot, a füllel összekötő járat náluk sokkal rövidebb, és ilyenkor a kórokozó baktériumok könnyebben kerülnek a fülbe. Hogyan vigyázzunk? Ne engedjük, hogy a gyermek fürdőzés után vizes füllel szaladgáljon. Oldalra fordított fejjel ki kell rázni a vizet, ki kell törölni a vizet. Hogyha azt látjuk, hogy a gyermek bágyat, lázas, első stádiumban még akár nem is panaszkodik a fülére, de később magasra szökken a láza, erős fülfájásra panaszkodik, akkor én azt ajánlom, hogy orvoshoz kell fordulni. Ilyen esetekben nem érdemes otthon próbálkozni. Előfordulhat az is, hogy egy egyszerű orrcsepp segít, feloldja a váladékot és az orron keresztül kiürül, de hogyha bakteriális fertőzésről van szó, akkor mindenképpen antibiotikum adása indul.
és akkor még egy picit ugye a nyári gyomorrontásokról, hiszen ilyenkor a fagylalt szezon elkezdődik, meg a mindenféle üdítők, szörpök, romlandóbb úgy az élelmiszer, azért valljuk be, mint úgy általában. Mi az, amire figyeljünk nagyon? Hát elsősorban a higién és szabályok betartására. Ha lehet, akkor otthon étkezzünk. Fagylaltot nem lehet kikerülni gyermekek esetében nyáron, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a gyermek gyenge, hasmenése van, hány. Az első dolog, amire nagyon kell figyelni, ez a folyadék és elektrolit bevitel. Néha előfordul, hogy a gyermek nem akar inni, nem szomjas, de még ilyenkor is itatni kell, 10-15 percenként, hányás után különösen, kis kanállal. Nem szabad egyszerre sok folyadékot adnia, mert ez újabb hányást provokálhat. A gyógyszertárakban kaphatók külön erre a célra kifejlesztett elektrolit oldatok, amik nagyon gyorsan javítanak a gyermek állapotán. Hogyha ez nincs kéznél, akkor még a cukros teja, főtt sárgarépa vizének oldata is megteszi. Különösen csecsemőkre kell figyelni, mert az ő elektrolit és vízhártartásuk nagyon labilis, és szinte pillanatok alatt dehidratálódnak. Ezért, hogyha csecsemő esetében észlelünk ilyen tüneteket vele, feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Koszály Gabriella, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, tehát amint hallhatták, ugye keveset tartózkodjunk a forró, tűző napon, ígyunk sok folyadékot, és lehetőleg otthon táplálkozzunk, mert ilyenkor minden romlandó, és bármilyen veszélyforrásnak ki vagyunk téve. Vigyázzunk gyermekeinkre! A Magyar Katolikus Karitász orvosmissziós programját már évek óta Kárpátaljára is kiterjesztette. Ennek kapcsán önként jelentkező egészségügyi szakembereket szerveznek Magyarországról, akik Kárpátalja több településén is ingyenes szűrővizsgálatot végeznek. A Karitász emellett az egészségügyi intézmények eszközhiányosságát látva gyógyszerekből és orvosi műszerekből összeállított humanitárius segélyt is adományoz ott, ahol leginkább szükség van erre. Legutóbb a Viski Kórház 10 millió forint értékű segélyben részesült. Több mint 10 millió forint értékű gyógyszerekből és orvosi műszerekből álló segélyt vitt a Katolikus Karitász a Kárpátaljai Visk körzeti kórháza számára. Az adomány többek között EKG berendezést, vérnyomásmérőket, kerekesszékeket és rollátorokat tartalmaz. Ilyen felszerelése a kórháznak eddig nem volt. A segélyszervezet orvos missziója 2 éve végez szűrővizsgálatokat a nagyközségben. Orvosi szempontból mindenképpen a nélkülözhetetlen műszereket tartalmazza, ilyen az EKG, a vérnyomásmérők és a vércukormérők, amelyekből ugye mindegyikből többet hoztunk ezen alkalommal. Abból táplálkozott a gondolat, hogy hozzunk és többet hozzunk, hogy a már 2 éve indult orvosmisszió tevékenysége során Visken 450 gyermeket szűrünk le egy alkalommal, azt visszamentünk a következő évben kontrollálni, majd az oda benövő 4-6 éves generációt azt újonnan szűrtük le, egy évvel kezdtük a felnőttek EKG vércukor vérnyomás mérését, több mint egy éve elkezdtük a nőgyógyászati rákszűrést, és ugyancsak több mint egy éve elkezdtük a konduktor által végzett gyermekek gyógytornászati vagy rehabilitációs szűrését, illetve kezelését. Na most ezen alkalmokkal azt tapasztaltuk, hogy itt nincs EKG. Tehát úgy voltak kezelés alatt a betegek, hogy EKG nem készült életükben. Pontosabban, amikor mi elvégeztük az EKG vizsgálatot, akkor megdöbbentő eredményeket láttunk a leleteken. Nem volt vércukormérésük, holott nagyon sokat szűrtünk ki, mint egy 1-2%-ot, akik nagyon magas vércukorértékkel értek, és azt mondták, hogy még életükben a vércukort nem mérték meg náluk. Így jött össze az a gondolatiság, hogy hozzuk ezeket az orvosi műszereket, amelyek nélkülözhetetlenek. A másik terület az pedig azok a gyógyászati segédeszközök, amiket most hoztunk, amelyek a betegek mozgatását teszik lehetővé, tehát a 4-kerekes szék, a rollátorok, amivel a beteg kórházi kezelése alatt a mosdóba, a zuhanyba és mindenhová vizsgálatra, laborba eltolható, röntgenbe, és nem azt igényli, hogy jöjjön a beteghordó és fekvőkocsin vigye. Ezek azok a készülékek, amelyek sok milliós értékben ma Viski kórházba kerültek. Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója az átadáson elmondta, a gyógykezelésre javasolt páciensek ellátása kora a helyi kórház felszereltségében komoly hiányosságokra derült fény. Lassan 2 éve működik már az orvosmisszió, és
Azóta látjuk azt közelebbről is, hogy itt Kárpátalján az egészségügyi ellátás milyen nehéz. Amikor a betegeinket vizsgálják az orvosok, a betegeket vizsgálják az orvosok, amikor látják azt, hogy milyen további intézkedésre lenne szükség, akkor jutunk el a kórházakhoz, és itt is látjuk a nagy hiányokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy amennyiben lehetőségeink engedik, és a külföldi kapcsolatainkat is erre összpontosítottuk, a gyógyászati segédeszközökkel, különböző orvosi berendezésekkel is segítjük az itteni egészségügyi ellátást. Ezáltal az általunk kiszűrt betegek is jobb és gyorsabb ellátásban részesülhetnek, és az itteni lakosság is ezt igénybe veheti. Nagy szükség van erre? Hiszen gyakran megfordul itt de az egészségügyi szűrések során. Egész Kárpátalján úgy látjuk, hogy erre nagyon nagy szükség van, és valahogy erre sosem jut pénz, és ezért a jövőben is ezt fontosnak tartjuk, hogy ilyen módon is segítsük az itteni egészségügyi szolgálatot. A helyi főorvos szerint az ellátásban minőségi változást is eredményez majd ez a támogatás. Nagyon időszerű volt ez a segítség. Nagy köszönetet szeretnék mondani a Caritasnak. Mindenki, aki hozzájárult, hogy megkapjuk ezt a segédet, mert ennek köszönhetően kaptunk új EKG-gépet, néhány cukormérőgépet, akkor ilyen ágyfelszerelés betegek részére, inhalátort, gyógyszereket, hogy ennek köszönhetően az orvosi ellátást magasabb szintre tudunk felvinni, és a viskiek, még a környezeti faluk lakosai jobb ellátásban fognak venni részt. Köszönet Magyarországnak, a kormánynak, a Caritasnak ezért az együttműködésért, mert ez nagyon fontos visnek, ez a támogatás, amelyiket megkaptunk most, és ez az együttműködés már jó régen tart. Úgyhogy reméljük, hogy ez tovább is fog tartani, és a viski emberek nagyon, nagyon köszönjük ezt a támogatást. Az értékes segélyszállítmány költségét 80%-ban magyarországi támogatók, 20%-ban a Katolikus Caritas német testvérszervezete biztosította. Az utóbbi időben egyre több fogászati probléma van a gyerekeknél. Sokan többen felkeresnek minket gyerekekkel, és olyan problémákkal, hogy fogszóvasodás ilyen korai korba is, amikor a gyerek 2-3 éves, akkor már is problémák vannak azért, mert sokat fogyasztanak édességet, az éjszakai etetésnél szoktak használni ilyen cukros teját, vagy még valamit, és azután nem figyelnek arra, hogy muszáj fogat mosni utána, vagy kiöblögetni a szájacskát. Most az utóbbi időben táplálkozási problémák vannak, hogy a gyerekek nem mindent szeretnek enni, nem szeretnek rágni, nem szeretnek húst enni. A gyerekek most sok édességet fogyasztanak, és kevesebbet rágnak, kevesebbet esznek, almát, körtét, ilyen kemény ételeket, kevesebb húst, túrót, tejet, ezeket nem nagyon szeretik, inkább a cukorkákra akcentálnák. Amikor kihullanak a tejfogak, és cserélődik ez a tejfog a rendes fogra, igen, a maradandó fogra, akkor nagyon kevés hely van azért nagyon sokat, sok gyereket és felnőttet. Ajánljuk, hogy keressék fel a fogszabályzós orvost, hogy legalább konzultáljanak vele, hogy milyen korba kell ezt elkezdeni a javítást. Még egy nagy probléma van nálunk a fogászaton az, hogy a gyerekek nagyon lusták az utóbbi időben fogmosás kérdésben, azért mert sereggel nem érkeznek fogat mosni, azért mert rohannak az iskolába, és este már annyira fáradtak, hogy azt hallom a gyerekektől, hogy nem érkeznek akkor se fogat mosni, és nagyon sok ilyen foglerakodás, ilyen lepedék van a fogukon, és mindenféle, ami ez is nagyon veszélyes arról a szempontból, hogy elkezdenek romlani a fogacskák. Először a gyerekeknél, amikor megjelent csak egy szuvas fog, és ezt meg tudják figyelni a felnőttek, szóval a szülők, ez nagyon jó, mert akkor eljönnek, és rögtön
likvidáljuk ezt a problémát. De ha viszont már 2-3 lyukas fogok van, akkor ez már egy picit problémás, azért mert a gyerekeknél nagyon hamar terjed a fogszovasodás, és rögtön átmegy ilyen gyulladás típusba. Nálunk a Ukrajnában nagyon nagy a probléma az is, hogy van mégiscsak állami fogászat, ahol sűrűbben jelentkeznek a betegek, de valamiért az a vélemény járja, hogy nem minőséges ott az ellátás, ami nem igaz, azért, mert ott is nagyon jó orvosok dolgoznak, és ilyen privát klinikákban gyakran nem jönnek az emberek azért, mert kevés a pénz, és nagyon alacsony a fizetésük, szóval, és ezért az emberek valahogy így hanyagolják ezt a kérdést, és majd, és már csak akkor jönnek hozzánk, amikor nagy bajok vannak, amikor már fáj, és ez már ilyen egy kicsit bonyolultabb dolog. Mégiscsak könnyebb megelőzni a problémákat, mint azután kezelni. Érkeztünk. Hol vagyunk pontosan? Hát a szülészeten vagyok, a Munkácsi szülészeten, és a negyedik emeleten. Itt is minden emeleten van csecsemő osztály, itt fekszenek az anyukák szülés után. És mert... akkor ez így szokott történni, hogy amikor valaki éppen itt ebben a kórházban szül, megszületik a gyermeke, akkor ön csak úgy besétál szépen, bekopogtad, és azt mondja, igen, hogy én ezt... milyen? Szoptatási tanácsadó vagyok. Bekopogtatok, és akkor megkérdezem, hogy mivel lehetek segítsége, hogy tudnak-e mindent szoptatni. És mi derül ki? Hát mi derül ki, hogy azt se tudják, hogy a gyereket hogy fogja meg igazából, hogy rendesen egyen, vagy hány óránként kell, meg hogy cumit adjon, ne adjon, tápszert, stb. Ugye mindegyik a tápszert nyomna a szájába, de hát... mert ugye hogy éhes lesz a gyerek, de igazából nem az éhségtől sír, hanem nem tud másképp ugye megnyugodni, hanem az anyukája kell neki, aki ugye még egy kicsit így babusgatja, hordja, nem pedig arra van szüksége, hogy rázzák őt ott az ágyba. Ugye ez egy természetes folyamat, csak egyszerűen hagyni kell ugye az ösztönöket így bekapcsolódni, és merre kell tenni a gyereket, amikor igényli, ennyi. És tápszere egyáltalán nincs szükség, csak ugye a császáros anyukáknál, igen, meg az ilyen gyengébb gyerekeknél, de egy teljesen normális újszülöttnek erre semmi szüksége nincs. Tehát ön akkor, mint szoptatási tanácsadó azt állítja, hogy nincs olyan anya, aki természetes úton szülte volna meg a gyerekét, hogy azt mondja, hogy nincs tejem, hanem ennek megvan a konkrét oka, tehát ennek magyarán nem tudja azokat a fázisokat, amin át kell mennie, ahhoz, igen, hogy mondjuk évekig szoptatnak. A 100%-ban 3% tényleg, aki anatómiailag nem tud szoptatni, a többi 97 tud. Tehát az olyan nagyon komoly betegség kell, hogy legyen. Nálunk szoptatnak, ikres anyukák is nagyon effektíven. Tehát csak meg kell tanulni a technikát, meg ugye hallgatni kell az ösztönökre. Nagyon sok betegség megelőzhető ebben. Besárgult reggel egy picit, aztán betették kék fény alá. Milyen súlya született? 2,25. Én meg 1,8 kg voltam, úgyhogy 2,25. Úgyhogy minden összén megvan rá. Igen, hát bízunk benne. Negyedik baba? Negyedik. Ó, hogy hívják? Lara Johanna. Lara Johanna. És negyedik baba. Igen. Ő az egyetlen kislány? Nem, van még egy, 11 éves. Egy kicsit napozik, és utána mehet az anyukához. Hát ugye a mája még nem megfelelően működik, és tehát azért kell ez a kék fény, hogy az a bilirubin hogy lebomoljon úgy, ahogy kell, és akkor azért vannak itt bent. Ilyen pici babát lehet el már szoptatni? Persze, lehet. Szotik is. 2 napja már csak is cicim van. Uh-huh. És milyen gyakran? Hát azt mondta a doktornő 2 óránként. Igen, adjam neki, mert egyből nem tud úgy jól lakni, 30 millit kellene, hogy megígyon, de nem bír csak 25-öt. Uh-huh. És ugye nagyon fontos, hogy ne kapjon a gyerek cumit, mert akkor egészen másképp kezd szopni, tehát ez tényleg fontos. Játszó cumit se fog kapni a gyerek? Hát valamikor, ha nagyon sír, akkor beszoktam neki nyomni igazán a szájába, de nem nagyon szereti szopni.
Az jó, nagyon jó. Nem nagyon. Az jó, az a baj, hogy egészen másképp, ugye elkezdi szopni a cumit, és akkor egészen másképp kapja be a mellet is. Tehát... Hát, ugye, hogy még eddig cumi süvegem volt, és nehezen szopkik vissza a cicire. Nem vagy nálunk is sok ilyen ikergyerek van. Igen. Ikrek, akik ugye császár után vannak, az még ugye nehezebb, és akkor szopnak ennyi. Ugye most dől el, hogy ki kit nevel, ugye? Hogy, igen. Most az anyukának egy kicsit be kell keményíteni. Tehát, hogy az anyuka a gyereket, vagy a gyerek így az van. Anyukát? Ennyi fért mai adásunkba. Gyógyírral legközelebb két hét múlva jelentkezünk, amikor a Pető módszerrel ismerkedhetnek meg. A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat már 7. alkalommal hívja meg a Pető intézet munkatársait Kárpátaljára, hogy segítsenek azoknak a gyerekeknek a rehabilitációjában, akiknek erre szükségük van. Tartsanak velünk akkor is, vigyázzanak az egészségükre, viszontlátásra!